Jó napot! Hello! Viszont... Na még egyet. Na Csumi! Igen, nem jó gombot nyomtam. Ne játsz a tűzzel, mert rád robban a hordó. Hülye gyerek. Jó, semmi gond. Ezt csak így a vicc miatt csinálok így amúgy. Jó, ezt eltesszük humorosba. Jaj, na, ez jól esett, már megérte. Oké, azt mondja, hogy elviekben, na most várjál, mert... Puk! Azt már tele vagyok? Tyú! Kedves nézőink! Egy meg nem nevezett terrorista egy hordóval robbantotta fel saját magát. Tin-tin-tin-tin-tin. Azt se tudom fölvenni. Na. Úgy, na erre iszunk. Azt mondja Blacklock, ez kirobbanó élmény lehetett. Jó. Jaj. Na azt mondja, hogy ami fontosabb a hülyeségnél, az a loot. Nem? Már én nem. Szóval, hogy meg hát az, hogy merre tudunk tovább jutni, ezt meg kéne fejteni. Mert itt, ha jól látom, itt ilyen vizes szituáció van. És nekem nincs azzal bajom, hogyha nedves, ugye hát nem erről van itt most így szó, tehát hogy ez itt talán too much. Úgyhogy rá kéne jönnünk, hogy hogyan tudunk tovább menni oldalra, oldalra, oldalán. Az oldalán, Még ha megkerülném, az egyszerű. Na már megint egy köpködő rohanék. Ija! Azt szép, hogy Géza az mellé jutott. Csodálatos taktikai. Nagyon jó. Itt van egy ajtó. Ez fix info. Open gate. Tehát gyanús, hogy akkor erre először... Lefelé kéne mennünk. Möbet. Ja, ez az N. Bocsánat. Aha, aha. Na de várj, itt a folyó, mint olyan, az itt kettészeli a helyzetet. Ettől függetlenül akkor délnek elindulunk. Itt fogunk tudni jönni, és tudunk erre menni, meg erre visszafelé. Igen, és akkor erre a területre nincsen itt... Ja, ez még ehhez a területhez tartozik. Aha, nekünk ide kéne eljutni, meg ide, meg oda, és oda leginkább. Nagyon jó. Ez a mai terv. Ez a mai terv. Mennyi az idő? 20-13. Fixen elsőre. Eljutok odáig. Ja. Und. Jövünk erre lefelé. Csúnya zombi. Az is nagyon csúnya. Meg is ölem. Én mondtam előre. Southern Floor Roadhouse. Aha. Aha.
És itt mit adnak ingyen? Jaj, nem már úgy, de azt nem szeretem azt a zombit. Az olyan kis huncut. Erről a hordós esetről, dologról eszembe jutott Jeff Dunham klasszikusa. Melyik részre gondolsz? Opp, ott egy tábortűz, már nyomom is. Nyomod. Gyújtsad be. 34/55. Steel kellene nekünk, hogy tudjunk fejleszteni. Honnan lesz steel? Ahmed. Silence! I'll kill you! Okay. Yeah. Az nagyon jó, igen. Amúgy az a Jeff Dunhamnek, amúgy eleve az a pali az zseniális, tehát hogy kezdjük ott. Egyszerűen elképesztő zseniális az a pali. És az az Ahmed karakter az valami teli találat. Amúgy az egy időben ugye nagyon nagyot ment. Én ezt iszonyatosan imádtam. Lehet, hogy úgy kéne nekem is beköszönni, hogy leave me, infidels! Ezt nagyon imádta, tényleg. Ez itt ez mi ez? Jó napot! Meghackelném magát. Hack. Püf. Kaptam valamit. Az mi? Central Processing Unit. Normális vagy? Már viszem vissza is megmenteni. Hát egy CPU, egy AMD-t kaptunk, gyerekek. A karácsonyi kiadás még zseniális. Akkor mondja, hogy Ahmed a izé. A Santa Claus. I'm jolly. And I'm fat. Ish. I am fat if I'm a supermodel. Ah, Istenem. Ez a Jeff Dunhamért. Köszi szépen a támogatást. Köszi a csírt. Újra kell nézned. Hát az a karácsonyi, az valami zseniális. Az egyik, az... És ne felejtsük el a Jingle Bumps. Dashing through the sand with a bump shot up my ass. I got nasty plan for Christmas in Iraq. Imádom. Nem láttam még pár százszor. Várjál már, hát itt valami bekerül a tüdőnkbe, kell a gázmaszk. Undormányos. Most nézem a Diablo 4 árazását. Ne nézd, nem szabad, nem jó. Nagyon drága és indokolatlanul. 70 euróról vagy mennyiről indul, 90 és 100 euró, és ha minden igaz, ez nem 100%-os információ, nem tudom még biztosan, de ha igaz, akkor, tehát az egy dolog, hogy lesz Game Pass, de hogy 3 tírben lesz Game Pass, ott egy Steel! Hol találtuk a Steel-t? Mi rohantát utoljára a fejedet? Igen. Ó, ezekből kapjuk a Steel-t. Olyan Blizzard árazása van az egésznek, igen. Amikor Wartert előveszi, néz fölfelé a mapet, hogy mennyien vannak teltház, néz a páholyra, és ugyanígy csak jump. Igen. Nem, hát az összes zseniális. Az összes zseniális, hát tényleg. Señor Jalapeño. Az is rohadt jó. Jó, akkor itt is van egy oszlop.
Gondolom abból is jön steel. Úgy érzem, sok minden filmet meg kell majd nézzek filmet, de ez nem film, ez egy humorista igazából. Ami a pikantériája az egésznek, aki esetleg nem ismeri Jeff Dunhamot, ő egy hasbeszélő humorista, inkább mondjuk így, különböző bábukkal társalog a színpadon, és csinálja a showt, ugye személyiségeket elevenít meg, legyen itt a morcos öregembertől, Ahmedig, a halott terroristáig, és elképesztő hülyeségeket ad elő, és ugye mindegyik karakternek külön hangot és személyiséget talált ki, és úgy beszélget velük a színpadon igazából, hasbeszélő humorista, így van, így van, így van. Pif. Pif? Nem, ezt a fegyvert szerettem volna, igen. Zatty. Úgyhogy aki esetleg nem ismerni, YouTube-on rengeteg tartalom fönt van, úgyhogy ott is meg lehet találni, meg most javítsatok ki, hogyha tévedek, de nekem úgy rémlik, hogy azt hiszem a Netflix, Disney, valamelyiken van fönt. De nem vagyok ebben 100%-ig biztos, úgyhogy erről jöhet info, hogy melyik megosztón, az anyja úristeni, hogy melyik streaminges helyen található esetlegesen meg. Azt jó helyre dobtam. Most van egy kis gyanú, hogy meg fogunk halni. Így is lett. Azt hiszem ez nekem teljesen kimaradt? Hát akkor érdemes tényleg pótolni esetleg. De várjál már, hát most... Nem jó helyre mentem vissza. Ó, Mónika, na jó van, akkor jó van. Hát itt volt a... te szent, jó Isten, te! Menjünk vissza oda föl. Még az a mázli, hogy elég sok mindenki fixen halott. Valamelyik filmje van Netflixen, ha ilyen egész estés, ja. Nem kellett volna annyira visszamennünk fölfelé. Csak pánikszerűen elindultam vissza, vagy nem tudom miért indultam. Én már nem tudom, hogy mit miért csinálok, teljesen be vagyok. Azt a rohadt. Hagyjad már magadat, hát mi bűn vagy? Ne már! Hát de hogy nem halt meg? Hát rádobtam a gránátot. Az anyja picsuliát, hát... Most elveszítettük. A cuccot. Hogy a rohadt nénikéd... Hú, de ideges vagyok. Ráadásul a sok steel volt ugye nálam, azt akartam visszavinni. Ugye? Ezzel most jól emlékszem, ugye srácok, hogy itt... Amikor először meghaltunk itt visszafele jövet, akkor még ott egy csomó steel volt nálam. Szia Gyuri! Ó, hogy... Csesszen rád a rohadt élet, a szemét! Jó, most meghalt, de most nem vagyok boldog. Nagyon sok cuccot veszítettünk el. Nagyon-nagyon sok cuccot. Hopp-hopp! És leginkább a steel elveszítése a probléma. Mert az kellett volna nekünk a fejlesztéshez, és akkor mivel itt most a hullánk már nincs itt, ez Bukovári József. Fene vinni el. Ezek a hülye zombik. Azt mondja, hogy hideg van. Na vedd fel a tundra bugyit, barátom. Szonya hideg van. Rohán leszakad. Ez
Szedjünk még ilyen oszlopokat. Hát, ha még egy kicsit vissza tudjuk hozni ezt a veszteséget, amit előadtam az előbb, bénázásom határtalanságában. Valami rémlik, igen, Laci, jajaja. Hát nagyon sok tartalmát néztem Jeff Dunhamnek, tehát egy kegyetlen jó az a humora annak a palinak amúgy. Na jó, nézzük meg, tudunk-e fejleszteni. Rare Corrector Upgrade Gear, azt mondja, hogy a legelső és legfontosabb talán a fejsze lenne. Még kell kettő steel. Jó, akkor kettő oszlopot találnunk kell. Mármint ilyen izé oszlopot, amiből jöhet steel. Ilyet. Egyszer. És akkor még egy ilyen telefon per elektronos oszlop. Ez sem a fa. Ez most... Jaj, rossz kutya! Ne essünk bele, jó? Jó, kutya megvan. Úgy csobog itt, hogy mindjárt kell menni mosdóra. Jaj, ne már! Ez megvan, hogy a kutya jobban bírja, mint a nagy zombi. Hol van még ilyen oszlop? Hát a jó fenébe már. Pizza, eat it! Hát enném, ennám. I want pizza too. Ja, én is. Ez az itt van. Jó, megvan a kettő. Ez 12 steel összesen, úgy... Hagyjad már magad el. Most mondtam, hogy hagyjad magad el. Akkor irány vissza. Erre lefelé, yes. Kikerüled autót, ügyes vagy. Menel. A dodge. Jó. És akkor... Most tudjuk fejleszteni. Hol van? Hol van? Fejszécske, ott van. 74 a damage-e most, vagy most 68? Várjál, 68 és 74 lesz a következő fejlesztésnél. Aha. És a következőhöz már lumber kell. Na most a lumbert, azt gyártanunk kell? Az jól rémlik? Srácok. Mert akkor itt lehet, hogy le kéne tenni. Mi jót iszok? Málnás, rebarbarás, hívjuk üdítőnek. Szóval. Ezzel tudunk lumbert csinálni, igaz? Na most, ha ezt leteszem, az sok alapanyagba kerül. Felnőtt szörp? Hát, alkoholmentes, szóval bárki hagyja. Elvileg, hivatalosan, azt hiszem, nem tudom. Sör. Néven fut. Amúgy. De semmi köze nincsenek a sörhöz szerintem körülbelül. Na, visszatérvén a videójátékra az. Ugye van nekünk ilyen sawmill lerakva, csak rohadtul visszafelé van. Most akkor letegyek még egyet, vagy induljunk el vissza vajon? Mert ha itt leteszem, akkor el tudom kezdeni gyártani a cuccot. És nekünk meg kellene a fa. Vagy lumber egész konkrétan. És akkor addig még itt lehetne adott esetben szedni a cuccot. Szia konyász, hello. The Ark. Jó napot kívánok. Hello. Hát hello. Én vagyok az, a fejszés csapkodós úriember.
tudtam az iratokat megsemmisíteni. Olyan szintlépésekben vagyok. Na csak menjek ki, ott kint is szétkapom a mindent is. Figyelj! Hű! 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 Na jó. Utcalámpát vihetem? Na nem áll az utcalámpát, nem, nem. De ezt lehet? Ebből steel jön, nem? Nem, iron. Fuck. És a kocsiból? Ahhoz 70 damage kell, ha? Jó, ez nagyon veszélyes, ahol most vagyunk, én azt hallottam. Azt mondja, 45 damage, hát ez hülye. Nagyon szép szétszedése, nagyon jó. Oké, van itt egy tábortűz. Meg valami investigációs hely. Na várjál. Azt mondja nekem, hogy árk. XP from storing materials plusz 20%. Melee damage versus monsters. Igazán. Max hit points, tehát ez a HP növekedés. Azt ad ide. Upgrade, még mindig nem fogunk tudni. Bár mondjuk a baseball ütőn tudnék, meg a machetén is. És ha a machetén emlékezünk, szóval emelünk, akkor az már 50-es damage-re fog fölmenni. Nagyon jó. Lumber. Aha, itt van az izé, kesztyű. Jó, akkor figyú. Én nyomom. Legyen egy 50-es damage ezen. Némi steelbe kerül, de most akkor mi van? Várjál, az iron, vagy mi a iron, igen, abból van, beltbe tudunk, 42-re megy föl, viszont van a wrench, az mit dob, mennyin van? 40, aha, viszont neki steel fog kelleni. Jó, egyelőre ennyi, és megnézzük, hogy ez micsoda. Investigáció. There is a strange doorway in the middle of the military base, that could, what could be inside? Enter the igen, akceptáljuk, enter. Ezt lehet, hogy elhamarkodott döntés volt ide. Bejönni? Hol vannak a cuccaim? Let there be light. As I have foreseen, the world is about to end in -999 days. The flood is coming. But thanks to our hard-working volunteers, we are preserving the world as we know it. Okay. Akkor én leülök, sample by sample, we are filling the archives with remnants of our time. The task is colossal, but we will achieve it. Welcome to the Ark. Nagyon jó, menjünk erre. The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. By harvesting the land, we were able to thrive. The samples in this collection are all edible. But do not eat. Deposit instead. Na várjatok. Akkor ide el kéne kezdeni hordani cuccot be. Hmm.
ezek szerint. Nagyon úgy néz ki. Pillanat. Tehát amit elkezdtem ugye termezgetni, cuccot. 10 samples deposited. 30 samples deposited. Aha. 10 samples deposited. 30 samples deposited. 10 samples deposited. 30 samples deposited. Akkor nyomatom bele. 10 samples deposited. 10 samples deposited. 10 samples deposited. 30 tehát ez is egyfajta deposited. Feladat a játékban ezek szerint, hogy itt ezeket elkezdjük összegyűjteni, gondolom. This collection is now 8% complete. Kösz! 8%-nál vagyunk, oké. Okay. The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. Múzeumi kirándulásnál vagyunk. Kiránduláson vagyunk. By harvesting the land, we were able to thrive. Jó, és gondolom ez akkor... Ott azt lehet látni, hogy... Jézus Isten, oké. Okay. Nagyon, itt így ebbe az árkban így pakolgatni kell le a cuccokat, úgy látom. When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. The samples in this collection are all found in nature. Gather and deposit them here with care and respect. Szóval ide azt mondja, hogy gombát kell elrakni, tojást, halat, másik fajta halat. 10 samples deposited. Gomba. Másik háromféle gomba van, ugye? Deposited. Jó. Oké. Okay. When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. És ott is kell még majd valamit. Aha. Oké. Okay. Tehát ide... Konkrétan, itt majd gondolom, akkor fogunk tudni tovább menni. Entryway. Szóval itt majd akkor fogunk tudni tovább menni, ha összegyűltek ezek, és akkor utána még itt is lesz kettő, ami fix, hogy ott gyűjtögetni kell. Jó, erre nem számítottam, hogy egy ilyen gyűjtögetős lesz itt. Oda le tudunk ülni. Szit. Jó volt. Wow! Közben iOS dev, hello, hello! Köszi a követést! Okidoki! Na, akkor itt most pihenünk egyet a campnél, csak hogy legyen egy save, és akkor az a helyzet, hogy mennünk kellene tovább. És ugye nekem lumber kellene amúgy igazság szerint, úgyhogy amúgy el kéne jönnünk ide-vissza, és akkor haladni tovább arra felé, hogy amúgy felfedezéssel és a térképpel haladjunk. Igen. Erre. Nagyon jó, felé megyünk, nagyon jó. Igen, itt van a tav. Szóval... adtak egy újabb extra értelmet annak, hogy kenyetlenül gyűjtögessen az ember mindent is. Mindent is. Visszaértünk ide. Azt mondja, hogy ezt szét tudjuk ütni ezt. Helyett mégsem, de azt biztos, hogy igen. Hogy? Jaj, ma már egyszer sikeresen beestem. Ez robban? Vagy történik valami? Nem, de jön belőle jó cucc. Pics. Jó. Az add a szemetesnek. Adj el neki. Nagyon szép. Nagyon szép munka.
elképesztő szemetes szép csapások vannak. Jaj. Jó. Szóval, azt mondtam én, hogy merre megyünk most? Merre megyünk? Na merre? Arra, ott van valami hídszerű. Na nézzük meg azt. Átváltok a fejszécskére. Azt hiszem azon fejlesztettünk. Mindjárt ezeken a... Hogy volt, hogy a questek, amiket trekkelünk? Azt mondja, hogy Mysterious Obelix, jó, az nem kell. Az Ark az most... Complete the collection 50 000 XP-t ad. Find the red television set in Shellis. Na, azt meg ott hagytuk ezt a küldetést. Na, mindegy. Kill the shelter monsters. Na, várjál, ez hol van? Ja, tudom. Azt nem tudtuk még megcsinálni, ahhoz kicsik vagyunk. Ez az építési történet. Jó, egyelőre ezeket itt hagyjuk, de igazából a scavenger hunton kívül a többi, vagy a másik az ugye az a barak, amiből kijönnek a szörnyek, azt kezdtük el, vagy próbáltuk meg megcsinálni, de ahhoz még tényleg kicsik és gyengék voltunk, mert ott... Ja, itt meg azért nem tudok menni, mert gázmaszk kellene. Uh-huh. Jó, és honnan szedjek gázmaszkot? Tehát akkor a további területek egyelőre úgy néz ki zárva van arra, tehát meg kell találnunk valamit, vagy valakit, vagy valahogy. Ki kell találnunk, hogy hogy tudunk gázmaszkot csinálni. Vagy őtől elkérjük. Van gázmaszkod? Akkor nincs. Ó. Ez is egy ízéselter. Aha. Hát ez nagyon jó, amúgy nekem tetszik. Gondolom ehhez is tartozik ilyen mellékküldetéses történet. Hogy itt mindenkit le kell győzni, aki innen kijön a shelterből. Bull. Hey! Wow! Hát jó nagyot nyakon vertük. Jó, megpróbálkozom egy dél irányba elindulni, mondjuk oda. Hogy rohadjál meg. De nyomtam a dolgy... Jó, semmi baj. Rohadt fér. Utálom azt a enemit. Sövényen. Jó, visszaszedtük a cuccot. Ő már eléggé megrohadt? Nem eléggé. Nem. Na most rohadt meg eléggé. Egy rádió. Our community is stronger and more prosperous than ever. There is no room for snakes here. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. The Crown Station. Jó. Supa dupa dupa. Ez meg... mi a franc? Ez itt. Underground Western Entrance. Igazán? És hogyan hatolok oda be? Ott van a koronásos. Aha. Valahonnan eztet ki lehet nyitni. Biztos itt. Ez a screamer szó. Jaj, Istenem, a gép. Jaj.
Jó, itt nem lesz munka. Itt nem. Fűtés lesz. Oly. Okay, erre nem tudunk menni, vagy erre ezt nem jöttem rá, hogy hogy kell kinyitni. Megpróbálunk lefelé menni, vagy legalábbis megpróbálkozom, de gondoltam, hogy ez lesz, hogy nem lehet majd. És ugye erre nem tudok menni, mert mocskos gázos a helyzet. Itt arra nem tudunk elmenni a izé mellett. Tehát emellett nem lehet. Ja nem, hát itt egy ilyen alagút van, aha. És miért nem tudok itt átmenni amúgy? Be van zárva. De miért van bezárva? Mert miért nem lehet kinyitni? Engedj át, hülye vagy. Azt a fát is kívánni. Mindent kívánni. Nem, mindent nem. Na, növéke. Harry? Te vagy az? Potter! Köszönöm, a halálomat akarja. Hagyja! Itt? Itt vagyunk? Már tényleg a csodaszarvas. Ott kell ásni. Aha. Aha. Nyomom. Nem tudom, mi a kellemetlenebb, hogy nem tudom fölvenni. Vagy hogy annyira nem, de mindegy, mindjárt megoldjuk. Köszi szarvas, szép volt. Tűzi játék van mellettünk. Itt hallgatom, hogy mondom, hogy játékban durrog valami, vagy mi történik, ez közben nem is a játékból jön, hanem nem messze tőlem valami tűzi játék van. Itt honnan mi ez a hang? Ja! Majdnem belest. Na várjál le, hol volt a loot? Most vissza kéne oda találnom. Erre? Ott megvan. Mindent is. És azt nagyon gyorsan el kéne vinnünk elmenteni, mert ugye steel van ott, ami meg tök ritka. Úgyhogy végül mégiscsak jó, megérős volt. Úgyhogy erre jövök, így, igen. Azaz, csoda jó. És akkor nézzük csak, hogy mi a helyzet. Tudunk-e upgrade-elni, mert most azért lett steel. Jó, a baseball zütőn tudok. A wrench-en tudok, az 47 lesz. A machete-n az 55 lesz, azon is tudok. Ezen is tudunk, akkor maximumon lesz. Igen, akkor ezt csináljuk meg. Az kész. Throwing knives. Az iron és keramik, az is mehet. Következő is mehet. Jó, a dobókés is maxon van. Ugye lumber kellene nekem, abból kettő darabunk van. Sajnos, az ott már maxon van, a painkiller nem annyira fontos, akkor viszont a wrench-en kellene.
Hülye vagyok. Hülye vagyok, hülye vagyok. Mert hogy a steel nekünk nem erre kellett volna, hanem igazából a... Mondjátok már a... Lockpickre. Expert lockpickre. Ez 15 steel. Shit, elfelejtettem. Várjátok, ezt kirakom ide kintre, és akkor trekkingelem. És akkor nem fogom úgy elfelejteni. 31, 33, csak nézem, hogy mennyi szint van még, amit el kéne érni. A 33 a max, 35, bocsánat, ott fönt még volt valami. És most vagyunk 24-es szinten. Uff. Jó. Semmi baj. Akkor az van, hogy onnan vitt a szarvas oda minket. Erre felé kéne nekem valahogy menni, nem? De itt nem tudtam jönni. Itt van a vonulatos, és akkor itt vissza, és talán így. Talán úgy, nézzük meg. Bocsánat. Ha itt ólálkodik valami rohadék, ő... De nem hiszem el, hogy amúgy ő nagyobb, ennyire nagyot sebeztet. Hányszor megütöm, mire ő amúgy... Ez akkora nagy ganéság. Hát a cucc az kapja. Na végre, te rohad... Fúj! Fúj! Már én húztam a brencsen is, ugye? Nagyon nagyokat rak. Szép. Jó, iron. Az is valami izé. Nem kell elolvasni, szétütni. Jó, akkor olvasd el. Na és akkor ide jövünk be. És itt fogunk egy kicsit rendetlenkedni. Aha. Aha. Nagyon jó. Mondtam én mindent is. A ház falát is szétkapjuk. Nem kell már neki sok. Ózsdi, rozog a épület ez. Ne sajnáljátok. Jó. Hop hop. Hatalmas túlélések, hatalmas lootolások, elképesztő csapások. Csodálatos. Jó. Na azt mondja, hogy azt mondja, hogy. Uh-huh. Szép. Menjünk el erre. Hogy meg kéne csinálnunk egy hidat, hogy tovább tudjunk menni. 6 darab lumber kell ahhoz, hogy megcsináljuk. Na jó, itt már fixen akkor az van, hogy építenünk kell egyet. Aha, de oda meg hogy jutok oda? Tehát, hogy aha. Jó, oda be kell jutnunk vissza. És akkor csinálni kell egy ilyen lumber dolgot. Hát nem ásni akartam amúgy, főnök. Csak mondom. Akkor ha visszajövünk itt, akkor ott be tudok menni. Itt az ajtón. Yes. Erre, ha eljövünk, itt lefelé van, így van, itt van a
negyedik reggelnél járunk. Bár nem is jelentsen ez, azon kívül, hogy a 14. reggelnél járunk. Ezt ott kinyitottam, mert miért ne nyitottam volna ki? Ja, ez az árk melletti pakolós, nem bajjuk ez. Úgy, csinálunk egy mentést. Azokat is amúgy szét lehetne ütni. És akkor az van, hogy nekem csinálni kellene szerintem egy ilyen izétet. Egy ilyet. Mondom, egy ilyet. Mi hiányzik? Ó, hogy a... Pillanat. Nos, tehát ott tartottunk, hogy csinálnunk kéne. Ja nem, az a gumedli hiányzik, nem is az izé. Bocsi. Benéztem, azt hittem, hogy fém hiányzik. De nem, mert a gumedli hiányzik. Ott a gumedli. Micsoda mázli, micsoda mázli. Na most már jó, most már jó. Nem jó gombot nyomkodok. Azt mondja, hogy... rotációs... Így, oda, út közepére lerakjuk. Nagyon jó. Na, használatos. Azt mondja, input-ba ilyet, fuel-be meg ilyet teszünk, és akkor hopp. És akkor ebből lesz lumber, és mennyi lumber kellett nekünk? Nem tudom, most csinálunk 5-5, ez 6 perc. Ki emlékszik, hogy mennyi lumber kellett a fejsze fejlesztéshez vajon? Meg kell néznem. Upgrade... fejsze fejlesztés. Aztán felrakjuk oda, azt mondja, 10 darab kell és a elektronikből is kell. Jó, akkor azt fogjuk csinálni, hogy most elkezdtünk 5-öt gyártani. És addig, amíg ez gyártódódódódódódik, addig itt a környéken szedjük össze a cuccot. És elektronikot is kéne találnunk. Én csak $1 millió szeretnék. Minden kívánságunk így teljesüljön, én azt mondom. $75 damage kell hozzá. Nem tudom mennyinél jár ez most. Nem emlékszem, megmondom őszintén. Minden esetre itt most aprítások következnek. Ez az. Mi a helyzet a cseten? Mindenki ébren van még? Vagy már mindenki kellemesen elaludt itt a ütemes csapkodások és brumogó hangom kombinációjában? Ne horkolj nagyon. Vizsgára készülök, nagyon helyes. Én még itt vagyok, köszönöm szépen, köszönöm. Azt nem tudod ütni. Up, damage 55. Hát jó. Jó, most jönk 3 lumbernél. Figyelünk, oké. Okay. Lurk. Kegyetlen lurkok mennek. Világos. Nyomjátok csak. Elütlegelem én itt a részé. Cuccos, nem tudjatok. Nem marad semmi egyben. Mindent szétkapok. Így, az is kell. Figyelünk! Ajaj. Ajaj. Jó, kész van egy ujjam. Ezeket bedobálom. Azt mondja, hogy... Jaj, stopot nyomtam véletlen. Shit.
Mondom, start. Kell egy kis ilyen is, mert ez a fuel. Ez kiütető? Majd ha 80-es damage-ed van, barátom, majd akkor, azt mondja a játék. Oké, ide... Hát most így hülyeséget csináltam, hogy körbe mentem a semminek, mindeközben. Perpét, nagyon szépen köszönöm a 20. hónapot, köszönöm szépen a támogatásodat, pörgessétek a hype-okat, hölgyeim és uraim. Pörgessük meg, megérdemli, nem kicsit, hanem nagyon egy hős személyű. Köszönöm szépen, Miuság, hogy van? Köszönöm a folyamatos támogatást, neked is. Tegnap megnéztük a Super Mario-t ahhoz képest, hogy mit csinál az Illumination. Egész jó lett, én idézőjel kicsit jobban élveztem, mint a teremben lévő 7 éves átlag. Értem. Hát nekem arra a filmre még nem volt így sem ingerencián, sem annyira nem is nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ha már így szóba került ez a film. Én most utoljára, ami viszonylag újabb ilyen film, a Jordan márkához kapcsolódó R című filmet néztem meg, és az rohadt jó volt, az nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy azt tudom ajánlani. Ha esetleg moziba nem akarjátok megnézni, akkor tudom ajánlani már csak emiatt is akár a Prime előfizetést, ami 900 forint, és 900 forintért nem csak, hogy rengeteg sorozatot tudsz sorozatot, filmet megnézni, mint például az R, hanem akár egy feliratkozást is tudsz akár erre a csatornára is nyomni, amit minden hónapban meg kell újítani, azt manuálisan elő kell adni, de Prime-mal hashtag megéri, mert hogy 900 forintért, hát na, hát az a legjobb deal. Jó zsúfolt volt a hétvégén, sok programot szerveztünk a gyerkőcnek, a királyság. Közben köszönöm a követéseket az Instagramon és Twitteren is. Kegyetlenül zizegettől az órám, csak azért vettem észre. Surf promotion. Hát kell az is. Kész. Ott is van még itt egy ilyen. Micsoda? Kell az előfizető ára a társasra. A 900 forint? Mondjuk én megértem. Nekem is társasra menne. De amúgy ez most a self-promón kívül a Prime az tényleg rohadtul megéri. Tehát tényleg 900 forintért annyi minden. És még amúgy ha az amiket mondtam nem lenne elég, hogy itt lehet egy bármelyik csatornára, mint például erre feliratkozni Prime-mal, és még mellette a Amazon Prime-os videókat, valamint, hogy streaming szolgáltatást is igénybe tudod venni. Még emellett amúgy minden hónapban, ugye mivel ez egynek minősül a Twitch Prime-mal, ugye? Na mit akartam mondani? Játékokhoz és játékokat is lehet rémelni. Volt már itt Mass Effect-től kezdve mindenféle csodálatos videójátékot ingyen lehetett beszerezni, illetve mit tudom én milyen, várjatok, mert ez veszélyes, ami most történik. Mindenféle kiegészítő skin meg anyám kínja játékokhoz, legyen szó Fortiról vagy bármi másról. Úgyhogy tényleg tök jó dolog ez a Prime. Disney Plus pártiak vagyunk. De megértem, az is teljesen tök jó tartalmak vannak fönn. Na most áruljátok már el nekem, hogy az egész a emlékiratai miért nincsen fönt egy szolgáltatónál sem itthon. Tehát nagyon fontos az itthon, mert amúgy rákerestem, és elvileg hivatalosan fönt kéne lennie az Amazon Prime-on, de nem volt ott, tehát fixen nincs ott.
illetve Apple TV-n is elérhetőnek kéne lennie, de ott sem volt itthonról elérhető. Megmentem, de komolyan. Ez mert túl jó film. Ja, bakker. Bocs. Akkor jó van, akkor. Amúgy három kell még, de én gyártok még. Szóval nagyon kész voltam, mert se Netflixen, se HBO-n, se Disney-n, se Amazonon nem volt fönt a film, úgyhogy így mondtam, hogy 468 second. Jó, most kinyitjuk azt a ládikót, hát ha valami érdekeset kapunk belőle, úgyhogy itt így visszarohanok ide, leülünk a tűzhöz, és akkor kinyitjuk. Tűz, csücs, és let's go! Nyilván amúgy tudom, hogy ez ilyen jogi dolgok miatt nem elérhető, csak hogy azért nagyon fura ez az egész történet számomra. Az igen? Szóval azért nagyon fura ez a történet számomra, mert hogy amúgy tényleg külföldön elérhető Apple TV-n is, meg Amazon Prime-on is. Akkor itthon miért nem? Hogy rohadjanak meg. Igen, bizonyos régió. Igen, gondoltam, hogy ilyen régiós para lesz ez, csak hát olyan bosszantó. Pláne érted, rákeresel, hogy Verzi Watch Memories of a Geisha, vagy mit tudom én, akármelyik filmnél így rákeres, ez kijön, hogy amúgy ott röhög a Prime-on, és így, ja, tök jó van Prime előfizetésem. Hát, nem barátom. Szerencség. Ki is ütöm a kerítésnek. Fel is húzott a kerítés. Így is van. Csikoragi és nyikoragi. Még kettő kell lenni.